Sziasztok! Éppen orbáncfű olajat csinálok, és arra gondoltam, hogy ezt meg kéne veletek osztani, hogy hogyan tudtok ti is ilyet csinálni, mert félbe vagyok a folyamattal, de megmutatom mindjárt, hogy mi történik. Az orbáncfű olaj nagyon-nagyon jó különböző bőrsérülésekre, sebekre, hegekre, nyilván nem nyílt sebre, hanem hegekre, például gátmetszésre, vagy megsérültél, amikor már nem nyílt a seb, arra nyugodtan lehet kenni, ekcémára, különböző bőrproblémákra. Szerintem egy varázsszer, akkor, amikor leégés ellen, vagy hogyha már egy kicsit megégtél, akkor arra nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek minden háztartásban kéne ott lenni. Egyébként ez az alapanyaga a 100 éve már forgalomban lévő íris égés elleni sprének. Úgyhogy ezt meg tudod te is otthon csinálni magadnak. Ilyen a virágja, nézd, az az orbáncfű. És olvastam szakkönyvekben, van, ahol azt mondják, hogy augusztusban kéne szedni, hát én nem tudom, de ez most virágzik. Most én szedtem gyorsan belőle. Úgyhogy, és hogyan csinálunk olajat? Baromi egyszerű, gyerekek, így. Megtöltesz vele egy dunsztos üveget, úgyhogy amikor leszedted a virágot, vagy leszeded a növényt, és a felső, mit tudom én, 20-25 centit azt levágod, az alját se dobd el, mert az is jó lesz majd valamire, tehát levágod a felső 20 centit, és azt így belegyömöszölöd egy üvegbe, így, és utána feltöltöd olívaolajjal. Most én is ezt fogom csinálni, hogy felöntöm olívaolajjal, teljesen. Kicsit majd leszorítom, teszek rá valamit, amivel le tudom szorítani. Még ebbe kelleni fog, ez kevés. Jó, tehát most egy eddig van egy csak olívaolajjal, majd bemegyek és hozok ki, de ezzel nem fárasztalak benneteket. A lényeg, hogy leszorítod, én hoztam hozzá egy ilyen műanyag leszorítót, hogy az olajban legyen minden, és 2 hónapig tett ki a napra. És ugye egy ilyen sötét, vörös színű olaj lesz belőle. Ez, nem tudom, ezt így nem látszik. A lényeg az az, hogy leszűröd, hagyjad legalább egy éjszakán át, hogy csöpögjön, jó? Takar le, hagyd ott, hagyd csöpögjön, vagy inkább egy 24 órát hagyd csöpögjön, és akkor utána kis üvegcsékbe beleteszed, és hát szerintem korlátlan ideig ellátod, nem hiszem, hogy megromlik, de egy-két éven belül én el szoktam használni. Eddig még nem csináltam én sem, hanem úgy vásároltam a fitoterapeuta mesteremtől, őtől tanultam, hogy hogy kell csinálni. István ugye azt mondja, nincsenek titkok, úgyhogy én is továbbadom nektek ezt. Sok szeretettel. Készítsetek magatoknak jó kis orbáncfű olajat. Sziasztok! Nagyon fontos, majd elfelejtettem. Ami szára megmaradt, azt nehogy eldobjátok, szárítsátok meg. Nagyon jó teába. Orbáncfű az egyik legjobb stresszoldó. Az idegrendszert nyugtatja, nem tudod túltolni. Napközben is lehet inni. Nyilván azért tegyél bele szárított virágot is, jó? Tehát ne csak a levelét és a szárát tegyed a teába, de ezt elhasználhatod a teába is. Illetve, amire még nagyon jó, ördögűző, energetikailag tisztítja a teret, azt tartja a hagyomány. Úgyhogy, ha megszárítasz egy ilyen kis ágat, és amikor jól megszáradt, akkor ráteszed egy tára, és elfüstölöd abban a helyiségben, ahol szeretnéd tisztítani a teret. Úgyhogy erre is nagyon jó lehet. Na, nagyon jó orbáncfüvezést! Sziasztok!